Köszöntelek, kedves barátom! Megint kifogtam egy jó szeles időt, úgyhogy ez most megint egy szeles időbe fog készülni ez a videó, és ez ismételten a Zellerről lesz szó. Hát ezt nem régen vetettem el ezekbe a dobozokba, jöttem, és hát most nagyjából így kezdenek kifele nőni. Hát ezt itt így a mai nap folyamán egyszerre locsoltam meg, de amint látszódik, az egyik dobozba megszáradt a homok, mert ez ilyen homokos talajban van ültetve, ottan meg a másiknál nem, tehát ilyen nem egyformán száradtak meg ezek, és akkor így néznek ki, tehát ennyire nőnek ki. Lényegében ez egy ilyen rövid kis bejelentkezés erről a Zellerről, és hát ennyire nőtek ki. És nem is akarom én ezt annyira húzni, hát ahogy mondtam is, hogy majd lesz videó, hát több videó lesz erről a Zellerről, mert engem is érdekel lényegében, hogy hogy nő ki, vagy hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy lesz belőle valami, lehet, hogy nem. De hát idáig, amint látszódik, ottan egészen szépen kinőtek. Hopp, elfókuszáltam a technikát. Úgy, tehát ennyire nőtek ki. Ez itt mellőle jött ki. Ez nem oda tartozik, de viszont azok már úgy, ahogy nőnek kifele. Hát most így őszintén megmondva, ez a sok kinövés közül én azt sem tudom, hogy melyik az Zeller, meg melyik nem. De hát majd megmutassa magát, hogyha egyáltalán valamelyik Zeller, de még idáig én annak gondolom. Tehát ilyen lett, és akkor majd folytatom egy másik videóba, hogy mire fejlődött ez a Zeller dolog. És akkor szerintem ennyi. Hát az adatokat azt a előző videóban szerintem elmondtam, és akkor itt a felőrő, majd a linkbe leteszem, vagy felteszem az előző videót, akit érdekel ezzel kapcsolatos, vagy ezzel kapcsolatos előző videóm. Tehát nem tudom, hogy mutassam, hogy mert nem olyan nagyon látványos ilyen dobozokat a videóban mutogatni, de ennek most ez a lényeg ennek a videónak. Úgyhogy ennyire nőtt ki. Így. És akkor tovább nem is húzom a videót. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Örülök, hogyha megnézted ezt a videó részt is ezzel kapcsolatban. És akkor majd lesz a következő rész. Remélem, hogy már akkor nagyobbak lesznek ezek a koralábbi növények, és akkor majd én szerintem ezután ma onnastól fogom majd mutatni a videót, amikor már tényleg tehát, hogy nagyobbak lesznek, és hát amint látszódik, hát elég jó ilyen, hát száraz idő van mostanában itten, tehát nincs annyira nedvesség, meg ilyesmi. Pár hete nem esett már az eső, úgyhogy nem tudom, hogy majd hogy mi lesz belőle. Úgyhogy egyelőre ennyi, és akkor köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napod. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, és akkor adj egy lájkot, kommentelj, mondd el a véleményedet, és tehát most egyelőre ennyi, és akkor a folytatom avval, ahogy mondtam, hogy már szerintem onnastól kezdve folytatom, hogy a palántázástól, hogyha egyáltalán megnőnek annyira. Tehát még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, és akkor legyen szép napotok!